Két hónapja halt meg apa. A néni ágyában fekszem, magas, sötét barna öreg asszony ágyban. A húsos és puha ágynemű körülvesz, fogva tart melegével. Olyan ez az ágy, mint egy régi nagy hajó. Mély és recsegő, fehér felhők úsznak köröttes néharing. Sárgaságon van. Három napja hoztak ide bérkocsin, mikor elhoztak Ági sírt, és anya veszekedett Lajos bácsival, hogy ő is tud ápolni engem, nem kell ahhoz a néni. engem, csak adjanak pénzt kölcsön. Még orvost is ismer olcsót. És mikor én fölültem a díványon, és harsányan tiltakoztam, hogy nem akarok elmenni, én sem akarok, akkor anya is sírt. És elvittek mégis, mert Mihály bácsi a gyám akarta. Távol és titokzatos bácsi volt, gyám volt. Nem is értettem, mi az a gyám. Nem lett valami rossz, mert Áginak anya a gyámja de miért nem az enyém is? Miért kell két testvérnek két gyám? Három napja vagyok itt a néninél, sárgaságomban, van, szép és titokzatos betegség. Ez még senkinek sem volt az osztály, most nem is fáj. A néninek megvannak jókai összes művei. Olyan tortát ígért, amiben csak töltelék van. Nekem adta a költők albumát, és azt mondta, hogy ha nagy leszek, nekem adja a jókaikat is. Három ceruzát kaptam, és az iskolakönyvei könyveim maradtak. Jó így betegnek lenni. Engedékenységet és meglepetéseket szimatolok. Valahogy fontos lettem. Csábítanak, és egyre titokzatosabb minden. Újabb és újabb próbákat teszek, és a próbák sikerülnek. Csak a frommer pisztolyt nem kaptam még meg, pedig már régen kértem. Még itt se laktam, amikor felfedeztem az egyik fiókban. A néni a kája mellett var, felé fordulok fektemben, és szigorú hangon jelentkezem. Adja nekem a frommert a néni. Sokáig csöndben voltam, azt hitte alszom. Összerezzen, és nemetint. etint. Akkor hazamegyek. Eszem ágában sincs hazamenni. Jól érzem magam, sehová sem kívánkozom, de zsarolni akarok. A gyöngetiltakozás megvadít, folyton hangosabban szótagolom, majd üvöltöm a két mondatot. A felszólításra a néni következetesen megrázza a fejét, erején újra és újra elharsogom a fenyegetést. Ordítozás közben kinyílik a szomszédos szoba ajtaja. Lajos bácsi jön be. Megáll és tűnődve néz. Hirtelen elfáradok, abba hagyom. Lajos bácsi egy széket emel az ágy mellé, leül. A néni kimegy. Nem szólnak egymáshoz. Látom, hogy összebeszéltek. Ünnepélyességet érzek a mozdulataikban, az ordítozás után valósággal suhogni érzem a csöndet, hűvöset legyint fülemre, zuhanni kezdek lefelé az ágyjal együtt, hirtelen homály és nyirkos hideg vesz körül, és mint egy mély kútból fülelek. És a bácsi megszólal fönn a magasban. Szóval haza akarsz menni. Haza, válaszolok gyönged atszal, minden meggyőződés nélkül. Hirtelen értelmetlen ijegység támad bennem, Hangomra az ágy emelkedni kezd, visszatér régi helyére a bácsi mellé. Te most már itt vagy itthon. Válaszol és a menyezetre pillant, hová is mennél. Haza, anyához és ágihoz. Anyához, anyához. Csönd. A bácsi nem néz rám, mellém néz valahová. A nevelő anyádhoz mondja hosszú szünet után, kilő ki magából a szót, örül, hogy túljutott rajta. Feláll és járni kezd a szobában. Ülök az ágyban. A torkom hirtelen bedagad. Sírás, folytogat és dű. Nem igaz. Lobban fel bennem és kiáltani akarok. De, de a nevelő anyád jön a válasz, megelőzve a tiltakozást. Most már a rémület kapel, érzem a nyugodt hang mögött az izgalmat. A járkálás gyorsabb lesz, követem tekintetemmel. Elég nagy fiú vagy, már megtudhatod. Jó asszony szeresd is, tíz évig nevelt, az anyád is volt az anyád helyett, de nem igaz. De igaz, fiam. Az anyád, az édesanyád meghalt, amikor te születtél. Egy éves voltál már te, szegény apád akkor vette feleségül az anyádat. Hazudik. Leül újra a székre az ágyam mellé, és rám néz. A hangja fáradt és meleg. Miért hazudnék, is fiam? Ez így van. És az anyád nagyon szegény, nem tud két gyereket nevelni. Ő nem akarja, azt mondja, hogy ő dolgozik és eltart téged is, de az nagyon nehéz. Mondd meg neki, hogy itt maradsz. Nem maradok. Édes, édes fiam, miért nehezítenéd az anyád dolgát? De nem igaz, hogy anya nem a mamám. Anna kiállt a bácsi a szomszéd szoba felé és feláll. Ilyetten jön be a néni sápat. Felszökik a láza, mondja, és elkapja rólam a tekintetét. Hol a kép? kérdi a bácsi, félszeg mozdulatot tesz, és topog a lábával. Ülök az ágyban. Szúrást érzek a szememben, didergek, és tudom, hogy igaz. Egyszer régen egy boltban voltunk anyával vásárolni. A kereskedő ismerősként üdvözölte, rokonokról érdeklődött. Ági is, én is megmondtuk a nevünket, és én rám azt kérdezte a kereskedő, hogy a fiút kapta, ugye? Kaptam. Szültem, uram. És magához ölelt. Felnéztem anyára. Láttam, hogy ujját a szája elé teszi, és haragosan ingatja a fejét. Sokat beszéltek még, mikor eljöttünk neki este. Miért mondta az az ember, hogy anya kapott engem? A bácsi összetévesztett téged valakivel. Kivel? Kit kaptak? Engem is kaptál? Érdeklődött Ági, vékonyka hangon ilyetten. Anya méregbe jött. Senkit sem kaptam, ne butáskodjatok. A bácsi összetévesztett a fazekasékkal, azok kaptak egyszer egy gyereket. Kik a fazekasék? Hallom a hangom, és összezavarodik bennem a kapott gyerek és a szülgyerek, mert a szülgyerek is kapott gyerek, és minden gyerek előbb egy nagy tengerben úszkál, de a kapott gyerek Ági, mert őt kapta anya Istentől egyszer, még emlékszem is rá, a bakástéren kapta a klinikán. Apa virágot vett nekem, és oda kellett adnom anyának, amikor meglátogattuk. A fazekasék nincsenek is, didergek. A fazekasék mi vagyunk. Én vagyok a kapott gyerek. A néni jön be. Kis mélyedést paskol a paplanon, s egy képet tesz elém. Itt az anyád, látod, nem hazudtam. Morog csöndesen a bácsi. Nézem a képet. Egy szép, komoly, idegen asszony áll a képen. Fehér rózsák vannak a kalapján, fodros fehér ruhája van, és oldalt néz, elgondolkozva. Nem nyúlok hozzá, csak nézem. A néni az ágyhoz lép, és a kép mellé fekteti a frommert. Lassan kihúzom a kezem a takaró alól. Fölemelem a pisztolyt, az arcomhoz szorítom, beúnyom a félszememet, és célba veszem az ablak kilincsét. A néni felsír. Leteszem a pisztolyt, hanyat fekszem. Nem gondolok semmire. Magányt érzek és didergek. Aztán egy szó kezd motozni bennem, amit néhány napja hallottam egy hivatalban, ahol anyával jártunk. Egy szakállas ember mondta rám, mert meghalt az apám. De nem azért mondta. Teljes árva vagyok, ordítok. Feldobom magam az ágyban, a falnak fordulok, és nyitott szája az kezdek. Összekuporodom. A térdem fáj, és a fülem hasogat. A párna nedves lesz, lejebb csúszom a takaró alá. A párna csücske kerül a szám elé. Összeharapom és elszakítom. Szédülök. Mikor felébredek, üres a szoba. A fél homályban fénylenek az ablakok. Fáradt vagyok, és valahogy idegen magamnak. Úgy is meghalok, gondolom, lesz itt ma dietség, Bosszú fészkelődik bennem. Meg szeretnék büntetni mindenkit mindenért. Összefonom a karomat a hátamon, mint az iskolában szoktam. Várom a halált. Az ablak előtt a folyósón anya sietel, a gyászfátyol úszik utána csönget. A néni benyit a szobába, villangyújt, felkapja az átszélére csúszott képet és a frommert, egy fiókba dobja és szalad ajtót nyitni. Hogy van a gyerek? Hallom anya hangját. Beront, homlokon csókol és megtapogatja a kezem. Hideget hoz be és jó szakott. Kezi csókolom, köszönök. A hangomra megrezzen, lehajol a szemembe néz. Csókolj meg, mondja, és arcát az arcomhoz dörzsölik. Megcsókolom. Hirtelen felegyenesedik, a szeme villans a nénire szól. Ki mondta meg? Ki merészelte megmondani maga? A lajos leheli ilyetten a néni és hátrál az ajtó felé. Az átkozott. Sziszeg anya. Leengedi a karját. Fáradtan és tanács talanul maga elé mered. Aztán az ágy szélére ül, és szeméből lassan peregni kezd a könny. Megsimogatom a karját, mellemre bújik rázza az okogás. Sírni akarok én is, de nem tudok. Fejére teszem a kezem, vigasztalni szeretném, valahogy segíteni kellene, gondolom. Öregnek érzem magam és bölcsnek, úgy is meghalok, szeretném mondani, de nem merem. Egyedül vagyunk a szobában, akkor még idegen bútorok és idegen holmik között. Anya feltápászkodik, a székre ül, megtörli a szemeit, elsimítja a homlokába hulló hajakat. De Ági azért a testvérem? Kérdezem. Bólint, szája kapja a zsebkendőjét, és újra belezokog. Hogy halt meg, anya? Kérdeztem három év múlva egy alkonyatkora nénit. Tanulj, és ne kérdezz butaságokat, meghalt. Hogy halt meg? Miért halt meg? A hangom megijeszthette, mert felém fordult és összekulcsolta a kezét. A szíve nem bírta. Ikerszülés volt. Ikerszülés volt, mondta ámulva utána. Mi mindent rejtegetnek ezek még? Csikordítottam össze a fogam, s a kezem ökölbe szaladt. Micsoda család, minden másképpen van, mint másoknál, rendes embereknél. Hol az ikertestvérem? Támadtam a nénire gyanakodva. Meghalt, gyönge volt, egy-két percig csak, az is fiú volt. És? Mit és? És? És anya azért halt meg, mert tinker gyerekei lettek? Azért. Törölt ki gyorsan egy könnyet a szeméből a néni, de ezen már úgy sem lehet segíteni. Ne kérdezges, és különben sem való ilyesmiről beszélgetni, szégyeld magad. Dehogy is nem való dühöngtem, és apa? Hát nem hagysz békén. Apád nem volt Pesten, egy órával később érkezett meg, tanulj és hagy békén. Egy nagy lélegzettel visszanyeltem torkomból a szívemet. 28 éves volt akkor szegény Ilona. Sírta hirtelen a néni, és kiment a konyhába. Rányítottam, de visszanyomta az ajtót, és megfordította a kulcsot az árban a konyha felől. Tanulj és hagyj békén, kiabált a nedves hangon. Én a falhoz vágtam volna apa helyében azt a kölyköt, tudja? Ordítottam az ajtón át. Bolond vagy, milyen kölyköt? nyílt ki hirtelen az ajtó. Engem! sziszektem összeszorított szájjal. Mindenki meghalt neki, csak én maradtam. És most azt se lehet tudni, hogy én haltam-e meg, vagy a testvérem. Ha iker gyerekek vannak, honnan lehet azt tudni? Megbolondultál. Akadtak el a néni könnyei. Gyere, elmegyünk a moziba. Nem megyek a moziba, tomboltam. Nem kellett volna engedni, hogy gyerekei legyenek anyának. Ki volt az a hülye orvos, aki hagyta, majd megölöm. Rúgtam bele a divány sarkába, és az utcára rohantam. És akkor elkezdődött valami, amiről csak verset lehet írni. Akkor kezdődött volna az ifjúság, és micsoda évek. Te maradtál meg, vagy a másik. Megölted őket, beszélt a hang. Megölted őket. Megölted őket. Mikor múlik el a gyerekkor? S mikor az ifjúság, s az élet? Észre se venni. Kétszer leshettem csak meg a pillanatot, mikor a szírom elhagyja a helyét, s a földre perdül tulipán volt mind a két virág, és mind a kettő fehér. S halott te már, a perdülő szírom, ha hullni kezd? Vagy akkor hal meg, hogyha földet ér.